négyszeres út és idő. Ennyivel többet megy Budapest belvárosában egy kerekes székes, mint egy egészséges, de segít az okos útvonal tervező. Egy magyar gyémántbányász exkluzív beszámolója a Sierra Leone-i óvintézkedésekről, közben megérkezett Európába az első ebolás beteg. Oroszul beszélő azeriek, türkmének, kazahok a kurultájon az országházban, a parlament alelnöke rokon tudatúaknak nevezi őket. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. Négyszeres táv és idő. Ennyivel többet kell mennie ma Budapest belvárosában egy kerekes székesnek, mint egy egészségesnek, ha át akar jutni egyik sarokról a másikra. De nagyjából ugyanilyen problémával szembesülnek a babakocsit toló szülők is. A megoldás egy okos telefonra telepített közösségi térkép és egy magyar fejlesztésű, akadálymentes útvonal tervező. Vidos Mihály riportja. Nagyjából most már Budapest fölnő Londonhoz. Ha valaki, hát Fenyvesi Zoltán alias Wheelchair Guy össze tudja hasonlítani az angol és a magyar fővárost akadálymentesség szempontjából. A 21 éves, aktívan sportoló kerekesszékes fiatalember már több európai városban is teljesített maratoni távokat a Suhany Alapítvány segítségével. A mindennapjairól pedig aktívan közvetít az egyik közösségi fotó megosztón. Most azonban nem maratoni távot megy, csak a nyugati pályaudvar egyik sarkáról az átellenes sarokra, a mi kedvünkért. A nyugatinál a villamos megállóban a sinek, amik azért okoznak egy kisebb nehézséget átjönni. Szerencsére a járdáról le és át a zebrán nem volt úgy probléma. A nyugat és Kállánál lévő patka, az például egy olyan, ami megpróbáltatást okozhat egy átlag kerekesszékesnek. Az egészséges embereknek az aluljárón keresztül mindössze 200 méteres és 2 perces utat Zoli kerekesszékkel 650 méteres kerülővel tudja csak teljesíteni 8 perc alatt. De nem csak a kerekesszékeseknek, hanem például a babakocsival közlekedőknek is komoly gondot okoz még mindig a városi akadálypálya. Van, aki erőből és van, aki kreatívan oldja meg a gondokat, de egy okostelefonos applikáció hamarosan komoly segítséget adhat majd azoknak, akik keréken közlekednek a városban. Én még babakocsival csak-csak elboldogulok, de vannak olyan emberek, akiknek még nehezebb. És ezért döntöttem úgy, hogy csinálok akadálymentes információkat tartalmazó térképet és útvonaltervezőt. Bodó Péter a Zolihoz hasonló embereknek tervez olyan térképes mobil alkalmazást, amellyel tényleg akadálymentes útvonalat tervezhetnek majd maguknak. A kulcs szó a közösségi térkép, vagyis a közös tudást tudják majd kihasználni a kerekes székesek. Az OpenStreetMap olyan, mint a Wikipédia. Bárki szerkeszthet, hozzáadhat infókat, kijavíthat benne infókat. És a közösség ereje adja ennek a minőség biztosítását. És hát a Wikipédia esetében már látjuk azt, hogy ez miért jó, hogy a nagy enciklopédiákat most már megelőzi mind a adatmennyiségben, sok területen adatminőségben is. És ugyanez a helyzet az OpenStreetMap-nél. A rendszer alapját képező térkép angolul és németül Magyarország több pontján is működik már, és készül a magyar verzió is. Azok a helyek akadálymentesek, amelyek zöld jelzést kaptak, a pirosak viszont nem azok. Mint láthatják, a magyar térképen sok hely szürke még, nem úgy, mint például Berlinben, ahol a helyek nagy részét a közösség már besorolta. Tehát, hogy átlag laikus ember is rá tud nyomni arra, hogy szerinte ez mennyire akadálymentes, az sokkal segítőkészen vannak, akik kerekesszékben van. Zoli szerint sok helyről csak ott derül ki, hogy akadálymentese. Így viszont rábízhatja majd magát a közösség tapasztalataira. Péter szerint az ilyen térképek ráadásul hosszabb távon az üzletek hozzáállását is megváltoztatják majd. Kerekesszékes emberek sokkal könnyebben tudnak egy hipermarketbe vásárolni, mint a sarki fűszeresnél vagy a helyi piacon. Úgyhogy a gazdasági szempontból is valószínűleg megéri ezt a problémát megoldani. A világon jelenleg 12 millió kerekesszékben élő embernek van okostelefonja, és ez a szám csak nőni fog. Ők hamarosan már biztosra mehetnek, amikor az útvonalaikat tervezik, és akkor remélhetőleg London és Budapest is élhetőbb lesz majd kerekeken is. Vidos Mihály, Hír 24. Horváth Csaba visszalépett Falus Ferenc javára. Facebook oldalán ezt írja, Budapest csak akkor lehet odafigyelő, tiszta és biztonságos város, ha együttműködünk. Ezért támogatom Falus Ferencet. Négycsillagos kastélyszállót vett a Magyar Nemzeti Bank. A HVG szerint a Matolcsy György vezette jegybanknak saját üdülője lesz a Tiszarofi Borbékúria, amelyet korábban 680 millió forintos nettó áron hirdettek eladásra.
Orbán Tusnád fürdőn egy fél diktatórikus rendszert jelentett be, és ez nagy fordulat a miniszterelnök politikájában, nyilatkozta Tamás Gárpár Miklós a Magyar Narancsnak. A filozófust azért döbbentette meg Orbán beszéde, mert nem hitte, hogy idézem, efféle politikai programot nyíltan meghirdethet a magyar államvezetője. Az interjúban Tamás Gáspár Miklós megállapította, a Fidesz szélső jobboldali párt, mint ahogyan az a legerősebb ellenzéki párt is. Erre a kettőre szavaznak a pártválasztók 70%-a. A Kurultáj Európa legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepe, több száz lovassal, íjásszal, több ezer népviseletbe öltözött hagyományőrzővel, több tucat jurtával. A Kurultáj valaha törzsi gyűlést jelentett, és egy törzsi gyűlést hol fogadhatnának méltóbb helyszínen, mint a magyar parlamentben. László Pál járt a fogadásom. Soha ennyi szelfi nem készült még talán a magyar parlamentben. A korona meg talán 1100 éve látott utoljára ilyen vagy ehhez hasonló süvegeket. Ilyen népviseletben meg pláne kevesen jártak az elnöki pulpituson. Kurultáj van a hétvégén Bugacon. A résztvevőket meg ma fogadta a magyar parlament alelnöke Lezsák Sándor. De először is mi az a kurultáj? A nem hagyományőrzésben élők talán kevésbé tudják, hogy a szó törzsi gyűlést jelent. Ez a szó a törzsi rendszerben és az erre épülő törzsi szövetségekben élő sztyeppei, lovas, nomád kultúrák szinte mindegyikében megtalálható vagy megtalálható volt. Nálunk is. És most már 5. alkalommal meg is rendezik, a fővédnök pedig azóta Lezsák Sándor. Mielőtt a parlament alelnöke szólna a 27 nép küldötteihez, még sűrű egymás utánban váltják egymást a népek televíziósai egy gyors stand-upra a kamerák előtt. Magyar újságírónak is ritkán adatik meg, hogy ilyen jó helyszínről beszélhessen a kamerába. Tisztelettel köszöntöm a rokontudatú népek nagy családját, a Kurultájra érkezett vendégek képviselőit. Az első ilyen gyűlést egyébként még a messzi Kazasztánban rendezték 2007-ben. A fiatal ember volt az egyik szervező, és tőle próbálom megtudni a rendezvény szerepét. Oroszul, mert az az egyetlen nyelv, amit rajtunk magyarokon kívül mindenki anyanyelvi szinten beszél a résztvevők közül. Kicsit olyan szerepe van ennek, hogy visszatekintsünk a múltra, amelyet a sztyeppén vándorolva nomádkodva töltöttünk. És a visszatekintés olyan jól sikerült, hogy azóta nem a sztyeppén, hanem az Alföldön tekintünk vissza 2 évente. És Bíró András Zsolt főszervező azt mondja, már nem is olyan cudar az anyagi helyzetük sem. Most már az utóbbi évben Törökország és Azerbajdzsán is valamelyes hozzájárul, és egy nagyon nehézen 2 éves gyűjtögető munkával összeszedünk annyi pénzt, amennyiből így körülbelül meg lehet valósítani az ünnepet. A civil szervezetként külföldről összeszedett pénz mellett persze a magyar állam is bőkezű támogatója a törzsi gyűlésnek. 70 milliót kapnak a szervezők, de a politikát kerülik. A hagyományőrzésről szól, hiszen szerintem, hogyha valaki szereti a magyar hagyományokat, ott ugyanúgy összelelkezik egy jobbikos, egy fideszes, mert nem nincs senkire kiírva, hogy milyen pártra szavaz. A mostani parlamenti fogadás persze csak a kezdet volt, az igazi gyűlés a hétvégén lesz, törzsi, Bugacon. Sok magyarral, kirgizzel, mongollal és türkménnel. László Pál, Hír 24. Szigorú óvintézkedéseket rendeltek el az ebola miatt annál a magyar cégnél, amelynek Sierra Leone-i gyémántbányákban van érdekeltsége. A környéken tombol a járvány, vidéken az emberek félnek és nem bíznak a hatóságokban. A cég egyik munkatársa nemrég jött haza, Rédli Balázs készített vele exkluzív interjút. Itt van egy átfolyó csatorna. A gyémántbányászat trükkjeit tanulom Pétertől. Nemrég jött haza Sierra Leone-ból. Egy magyar cégnél dolgozik, amely több drága kőbányát is üzemeltet az országban, pont azon a környéken, ahol leginkább tombol az ebola. Sok mindenben meg lehet halni Afrikában, ezért aztán nem veszik ezt olyan komolyan, ahogy kellene. Pedig Péter szerint már hónapok óta érezhető volt, hogy gond van. A hatóságok ennek ellenére folyamatosan azt mondogatták, hogy az ebola eddig sem jelentett veszélyt, és ezután sem fog. Sajnos ez májusig el tudta húzni a kormány ezt a fals tájékoztatást, és hát ennek ugye most látjuk az eredményét. Májusban feltűnő volt, hogy a fővárosban, Freetownban megjelentek hirdetőtáblák az eboláról, hogy ez milyen típusú vírus, milyen tünetekkel jár, hogyan lehet megelőzni. Ez már rendkívül gyanús volt, és utána jött is a kommunikáció első esetekről. A Sierra Leone-iek európai fejjel nehezen elképzelhető körülmények között élnek.
a több mint 10 éven át tartó polgárháború öröksége, hogy az emberek tartanak az egyenruhásoktól, és ez most az ebola elleni harcot nehezíti meg. Péter azt mondja, mostanra alaposan megváltozott a hangulat az országban. Az emberek érezhetően félnek. Kézfogás, ölelés, ez teljesen mindennapos dolog volt. Most ez már nem így megy. Igazából most az öklüket szokták maximum összecsapni a közeli jó barátok vagy rokonok. Ez az egyik. A másik, amikor a bányában voltam körülbelül egy hónapos időszakra, és aztán visszatértem a fővárosba, akkor a fővárosban levő barátaim, mikor újra találkoztunk, egy olyan 3 méter távolságra megálltak tőlem, és megkérdezték, hogy jól vagyok-e. Ugye nem kommunikáltam velük ez alatt az időszak alatt, és ők már gyakorlatilag eltemettek. A bányában szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be az ebola miatt. Az első ellenőrzési ponton ott már klórmeszes vízben egy alapos kézmosás az előírások szerint. Azt ki is plakátoltuk nekik. A bejáró dolgozók esetében pedig, ha felmerül a gyanú, akkor azonnali szabadság 3 hét. Nincs felszerelésünk, lehetőségünk, hogy ezt mélyebben vizsgáljam. A gyanú az már bőven elég. A járvány ellenére az élet és a bánya nem áll le. Péter 2 hét múlva indul vissza Sierra Leone-ba. Rédli Balázs, Hír 24. Megérkezett Európába az első ebolás beteg. A 75 éves spanyol misszionárius Libériában fertőződött meg. Szállítását rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szervezték meg. Kezelését egy madridi kórház fertőző osztályán folytatják. Néhány napja az Egyesült Államokba szállítottak 2 ebolás beteget, mostanáig csak afrikai országokban fordult elő a betegség, tegnap viszont Szaúd-Arábiában is meghalt egy ebola gyanús beteg, a férfi korábban Sierra Leone-ban járt. Oroszország a nyugati szankciókra válaszul, 1 éves importtilalmat rendelt el a többi között az Unióval szemben. Betiltották a gyümölcs, a zöldség, a hús és a hal bevitelét. Elemzők szerint ez mindössze 0,2%-kal vetheti csak vissza a magyar GDP növekedését, de még ez sem valószínű, hiszen a magyar termékek máshol is értékesíthetők. 10 évig dolgoztak rajta, 10 évig úton volt, most pedig végre pályára áll egy üstökös körül a Rosetta űrszonda. Sőt, ha minden jól megy, novemberben vizsgáló egysége le is száll rá, hogy ott kutatásokat végezzen. A Rosetta bizonyos egységeit magyarok tervezték. Az MTA mérnökével Bálnagy Sztella beszélgetett. A nap felé száguld az 5 kilométer hosszú, leginkább gumikacsára emlékeztető Churyumov-Gerasimenko üstökös. Ehhez érkezett meg több mint 10 éve tartó útjáról a Rosetta űrszonda. Nagy kitérőkkel a bolygók vonzását kihasználva, bonyolult hintamanőverekkel közelítette meg. A tervek szerint ezentúl mellette halad tovább, így követi minden rezdülését. Egy kisebb leszálló egység pedig a tervek szerint novemberben landol majd az üstökösön. Az üstököst azért szeretik a tudósok, csillagászok, mert úgy tartják, hogy ez hordozza a naprendszernek az ősanyagát. Tehát amiből összeállt a naprendszer, annak egy olyan maradéka, hogy tulajdonképpen a vizsgálatokkal visszanézhetünk 4-5 milliárd évvel ezelőttre. Az emberiségnek először van esélye a naprendszer keletkezésének korából anyagot találni, mondja Apáti István, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának mérnöke. Az új adatok akár arra is magyarázatot adhatnak, hogyan alakult ki az élet a Földön. Apáti 20 évvel ezelőtt ennél az asztalnál tervezte meg a Rosetta leszálló egységének egyes műszercsomagjait. Az intézetben készült a leszálló egység lelke, a komputer is, amelynek nem csak hogy 10 évnyi repülést kellett kibírnia, de előre be kellett táplálni minden tevékenységet, hiszen a nagy távolság miatt a Földről nem vezérelhető. A teljes projekten többek között német, francia és orosz szakemberek is dolgoztak. A magyarok alapvetően ezen a leszálló egységen vannak, tehát nekünk ez most egy nagy esemény volt annyiban, hogyha ez nem sikerül, akkor a leszállós egység se fog soha leszállni. Mi ennél jobban várjuk azt a november 11-ét. A leszállás azonban, ahogy Apáti mondja, a kis gravitáció miatt rendkívül bonyolult és nagyon kockázatos. És csak egyetlen esély van rá. Bálnagy Sztella, Hír 24.
A napszáma ma 12. 12 ország részvételével zajlott Oroszországban egy rendhagyó biatlon világbajnokság. A szabályok ugyanazok, mint a síelős változatban, végigmenni a pályán és közben célba lőni, ezúttal azonban tankokkal. Fegyveres forgatásban, fegyverforgatásban, sőt, polgárháborúzásban jártas országok katonái versenyeztek, a hazaiak mellett például Angolából, Fehér-Oroszországból, Venezuelából, Kínából és Szerbiából is érkeztek lelkes indulók. Ezt én is kipróbáltam volna. Ez volt már a Hír 24, legközelebb holnap délután jelentkezünk, addig is viszontlátásra!